Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett Csetépőségi Önkormányzat képviselőtestület ülésén. A megállapító testet határozat képes. A mai napi rendi pontok száma jelentős. Az első napi rendi pont polgármesteri beszámoló, a másik napi rendi pont Csetépőségi Önkormányzat képviselőtestületének helyi ülésre adóról szóló 6/2014 9-18 önkormányzati rendeletének módosításának ügye, a harmadik napi rendi pont Csetépőségi Önkormányzat képviselőtestületének magánszemélyi kumulás adójáról szóló önkormányzati rendeletének ügye, a negyedik napi rendi pont Csetépőségi Önkormányzat képviselőtestületének helyi önkormányzati képviselőtestületéjáról szóló önkormányzati rendeletének ügye, az ötödik napi rendi pont szociális közjavítóvásárláshoz kapcsolódó támogatási igénylési célzó pályázat benyújtása, a hatodik napi rendi pont Őszi Rózsa nyugdíjat kérelmének ügye, a hetedik napi rendi pont Magyar Pünkösdi Egyház Csetén gyülekezetének ügye, a nyolcadik napi rendi pont Vörös József támogatásának ügye, a kilencedik napi rendi pont Zirci önkormányzatás orvosi ügyeletének ügye, a tizedik napi rendi pont Adlészis alapítvány támogatásának ügye, a tizenegyedik napi rendi pont segítő szívvel, jó szándékkal, közhasznú alapítvány támogatásának ügye, 12. napi rendi pont Veszprém megyei kormányhivatal bírságának ügye, 13. napi rendi pont a vegyes ügyek, melyhez szeretnék egy napi rendi egy javaslatot már beletenni, a Csetén Sport Egyesület támogatásának ügye, majd ezt követően zárt ülést rendelünk el. Szeretnék kérdezni a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy további napi rendi úgy javaslatuk van-e. Az újabb napirendi pont a 15-ös, az pedig a Csetépőségi Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatának ügye. Ezen felül kívánok-e további napirendi pont javaslatot tenni a tisztelt képviselőtársak? Jó, akkor amennyiben nem, és elfogadják a napirendi pont javaslatot, azt kérem készfeltartásra. Megállapítom, hogy 6 igen mellett elfogadásra a napirendi pont. A polgármesteri beszámolóhoz nagyon röviden annyit szeretnék közölni a tisztelt lakosság, illetve képviselőtestületi tagokkal, hogy az önkormányzat mai napon, akkor úgy néz ki, hogy a bölcsőnek a közbeszerzési eljárását talán eredményesen tudja zárni. Ez azt jelenti, hogy július hónapban meg tud kezdődni az építési kivitelezés a bölcsőjével kapcsolatban. A jelenleg a legjobb ajánlatot a Csepényi székhelyű Kova BP tette. Bízunk benne, hogy a kivitelezést is hasonló hatékonysággal, illetve szakértelemmel fogják végezni, hogy ezt eddig is tették. Továbbá meg kívánom jelezni a képviselőtestület tagoknak és a lakosság számára is, hogy jelentős változásokon megy keresztül az intézményrendszerük. Itt az önkormányzatban ugye volt már személyi változás az elmúlt hónapokban, a pénzügyi vezető kollégánkat az IRC átigazolta, illetve a pénzügyes, egy másik pénzügyes kollégánk elmondta a hivatal közöttük, valamint a jelenleg a titkársági feladatok ellátását végző hölgy is a siker pályázatot nyújtott be az önkormányzat bölcsődei vezetője feladat ellátása, így ő is elhagyja közvetve az önkormányzat kötelékét, de közvetve azért kötelékben marad, és sajnos Dr. Molnár Máté jegyző is szeptember 1-jel új feladatok elé néz, és máson folytatja pályafutást. Valamennyi nyitott pályázatunkat, azokat hirdetjük, mind a közigállásról, mind a közösségi médiában ezeket hirdetjük, és bízunk benne, hogy minél be tudjuk tölteni ezeket a pályázatokat. Szeretném még tájékoztatni a lakosság, ugye hétvégén megrendezésre kerülő első Gulicsernapokról, ennek a programja már minden csodát közelért. Nagyon bízom benne, hogy az eddigi évekhez hasonlóan megfelelő minőségi programokkal látjuk majd őket, és elégedettek lesznek a hétvégével. Ugye számomra az elégedettség az mindig hétfő reggel 8 órakor derül ki, hogy rend és tisztaság legyen a településen, és a szervőjéből azt mondjuk mosolyogjon, hogy igen, egy jó hétvégén vagyunk túl. Én bízom benne, hogy ezt sikerült elérni. Szeretettel látunk mindenkit a háromnapos rendezvényünkön. A pályázatainkról némi információ, túl vagyunk hiánypontlás
támogatásán a csapatépítés projektnek, ugye ezek Európai Uniós fejlesztési programból érkező pályázatok, illetve igyekszünk haladni a közlekedés biztonsági projekttel kapcsolatban is. Sajnos azt kell mondani, hogy mi igyekszünk haladni, addig az nem azt jelenti, hogy a források rendelkezésre állnak, jelenleg az Európai Unió és Magyarország közti kisebb konfliktus az hátráltat minket abban, hogy érdemben előadjunk a pályázatokban, amíg nincsen forrás, a eredményes pályázat, addig a pályázatok is nem lesznek elbírálva. Mindent megteszünk azért, hogy amennyiben a források rendelkezésre állnak, elsőként kapjunk támogatói okiratokat és a beruházásokat meg tudjuk kezdeni. Ugye a kastéllyal kapcsolatban azt hiszem, hogy hiánypótlásoknál megint túl vagyunk, ezeket is a hivatal azt gondolom, hogy problémamentesen abszolvált. Ugye látható, hogy az önkormányzati épületnek a héjazat cseréjét is lezártuk, illetve most rá fog fordulni a temető fejlesztésre, ahol az urnafal elhelyezésre lesz a következő lépés, és szeretnénk bebonyolítani 2022-9-1-ig, legkésőbb 10-1-ig. Itt még kiválasztás alatt van maga a technológia, amit el szeretnénk helyezni. Hamarosan ezzel kapcsolatban is jelentkezünk. Nem tudom, én most nagyon bővebbet polgármester beszámolóban nem gondoltam elmondani, viszont hogyha a testületnek van bármi kérdése, vagy a gondolják, hogy kihagytam volna, azt kérem jelezzék felül, és ezzel további tájékoztásokat tudjuk adni. Márkor? Jó, akkor a polgármester beszámoló elfogadási kérdés, kérem a készletetésre jelezzük. Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunk, az Csepregi önkormányzat képső testületének helyi üdvözési adóról szóló önkormányzati rendeletének módosításának ügye. A Csepregi községi önkormányzat a 2021-es évben már egyszer neki ment arra, hogy a jelenleg határos üdvözési adó rendeletünket módosítsuk. Ugye akkor a testület ezt el is fogadta, az 1,8%-ról 2%-ra történő üdvözési adó mérték emelését. Ugye az állam 2%-ban maximálja az üdvözési adó kivetésének mértékét. Ugye nem kell ecsetelni azt, hogy mindenkinek nehéz a jelenlegi gazdasági környezetben, akár Covid, akár ukrán-orosz konfliktus eredményeképpen a felmenő ára a kifizetése, úgyhogy a szolgáltatási színvonalat igyekszünk megtartani továbbra is. Én arra kérném a tisztelt képviselő testületet, hogy valójában erősítsük meg a már egyszer elfogadott emelés mértékét. A környező települések kivétel nélkül szinte mindenhol már ez az adómérték van, illetve ez ténylegesen több adóval termelik a lakosságot, illetve a változásokat, mint Csepregen. Amennyiben nem fogjuk tudni az adóemeléseinket végrehajtani, akkor ugye ez azzal jár, hogy a szolgáltatás színvonalú csökkentését fogja magával hozni, el kell majd dönteni azt, hogy mi az a tevékenység, amit nem végzünk, hiszen ugye a Csepregi község számos olyan nem kötelező tevékenységet végez, akár a területén, akár az intézményeiben, ami nem kötelező. Ha nem kötelező, attól függetlenül az forrásba kerül, és azokat fenntartani úgy szintén jelentős összegekbe kerül. Én kérdezném ezzel kapcsolatban a képviselő testületet, hogy ugye maga a hatályba lépés az 2023. január 1-jel fog hatályba lépni. Számszerűsítve azt kell tudni, hogy ez a 10% ez valójában kettő embernek az éves bérét jelenti. Ez szerintem jelentős. Ezzel mondhatom azt is, hogy munkahelyet is megvédjük. Van-e valakinek a határozati javaslattal kapcsolatban bármilyen hozzáfűzni valója, vagy esetleg egyéb javaslata? Jó. Akkor, hogy elfogadjuk a határozati javaslatot, ami 1,8%-ról 2%-ra emeli az üdvözési adó mértékét Csepregi község közigazgatási területén, ami 2023. január 1-jével lép hatályba, akkor az kérem készletartásra lesz. Köszönöm szépen a megnyitást. Következő napirendi pont a kommunális adóról szóló önkormányzati
ügyet. Ugye ez hasonló cipőben jár, mint az ütközési adónak a rendet. Tavaly ezt megmutattuk, átbeszéltük ennek szükségességét is. Arról is szó volt, és ezt kiemelném megint, hogy alapvetően minden településen van kommunális adó. Mi az adó kivetését tavaly nem azzal indokoltuk, hogy az önkormányzat korábban forrásokat pótolni kell. Jelen helyzetben be kell vonnom őszintén, hogy már ez is benne van, hogy a kieső bevételeknek a pótlására nincs más lehetőségünk, mint a valamilyen módon lakossági megelőzítés. De maga a kommunális adót ezt továbbra sem úgy tekintjük, hogy szintén adót szedünk be. De az Európai Unió állásfoglalása szerint a zöld hulladékoknak az égetése, az elégetése, az nem lehetséges az egészségi veszélyhelyzethez általában. Ugye a településünkben van égetési szabályzat is, ugye ez azt jelentette, hogy a tavasz és ősz az időszakban, hogy nyár kivételével kedden és szombaton otthon a zöld hulladéknak a száraz hulladék elégetésére volt lehetőség. Az Európai Unió ezt megtiltotta, és volt egy felfüggesztő határozat erre, ami azt jelentett, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet végéig ezeket az égetéseket meg lehetett oldani otthon is. Ezt most már nem lehet, ezt súlyosan fogják büntetni. Mindenkinek gondot fog okozni a nyesedékeknek az elszállítása, elhelyezése, akinek nincsen vegyes közlési kazánja, ez alapvetően probléma. Ugye mi azt mondtuk 2021-ben, amikor erről már tartottunk egy fordulót, és ott elfordultuk a kommunális adó mértékét, hogy kint a régi szeméttelep területén fogjuk biztosítani a lakosság számára, hogy ott összegyűjtjük a zöld hulladékot, és az onnan döntő megsemmisítést majd az önkormányzat rendezi. Ezt továbbra is így gondoljuk, mert maga lehetőséget biztosítunk Csepén község valamennyi lakosságnak, ugye 708 háztartás van jelenleg településen, hogy elhelyezze az ilyen irányú hulladékát, a zöld hulladékát, minek a megsemmisítési vagy az önkormányzat fog gondosítani. Valójában ez a díj mondhatnánk egy hulladék elhelyezési díjnak is. A kiszállítás úgy szintén terveinkben van az, hogy az önkormányzat most már megrendelte egy platós autót, egy hadszemélyes autót, a másik autó, amit jelenleg használunk, azt bérbe fogjuk tudni adni a lakosságnak, hogy szolgáltásképpen még a zöld hulladék kiszállításban is segítsük a lakosságot, nem mindig ez neki problémát okoz. Amit az eredetihez képest módosításra került a javaslatunk, ugye a 2021-es javaslatban, az adó mértékénél különböző kedvezményeket határoztunk meg akkor. És ezért mondtam azt, hogy részben ennek most már gazdasági része is van. Ugye a hatástanulmányon készítettek jegyzőjét a környező településeken, itt Tés, Tudom, Dudal település, és Magyeszterkárt, Zírce, mindenhol ami jelenlegi adójavaslatunknál drágább, és nem tartalmaznak kedvezményeket a sorok. Itt 14.300 forintot állapítottunk meg ingatlanonként, amiből 20% kedvezményt biztosítunk abban az esetben, amennyiben a ténylegesen életet eszem Csepinben élő emberek, akik ide vannak bejelentve. Ennek az az oka, hogy a statisztikai kimutatásaink alapján, amiket kapunk a KSH-tól, Csepinben fölösen egyre kevesebben élünk. Viszont az érzéseink azok mégis ezzel ennyien szóval is ellentétesek, mert egyre több embert látunk az utcán, akik számunkra nem idegenekként mondanám, hogy gyakorlatilag ide költöztek településünkbe, itt vettek ingatlanokat, hiszen nincsenek üres ingatlanok a településen, 10 alatti üres ingatlanról beszélünk, és itt vannak, itt élnek köztünk, viszont már nincsenek bejelentve. És nekünk fontos cél az, hogy a 2000 fő lakosságot elérje a településünk. Nem vagyunk még szerintem 2000, de megközelítőleg azt mondtam, hogy az 1900-at már mindenképpen átléptük, és azon lakosok, akik állandó Csepén-nak címmel rendelkeznek, ő nekik a 20%-os kedvezményt biztosítja az önkormányzat, így azt tudom mondani, hogy a 14.300 forintos díj valójában egy 15.000 forint körüli összeget jelent a lakosság számára. A második napirendi pont, második kedvezmény értéke az a
azt szerintem mindenki, tehát a két kedvezmény ennyi időben nem vehető igénybe, de ugye itt még az is felsorásra került, hogy még a 65 életévét betöltött ingatlan tulajdonosok is, így itt élnek, ők is 20% kedvezményben részesülhetnek. Én azt a javaslatot gondolnám el tudom a tisztelt képviselő testületnek, hogy az első napirendi pontban beletartozik valamennyi a fölötti feletti lakos is, így a kérdő kedvezményre az első hagynám benne a rendeletben, így valójában az ezen kérdezik. Jó? Tehát a másik így, a másikat felüli az első. Jó? Kérdezném a tisztelt képviselőtestületet, hogy van-e esetleg ehhez hozzáfűzni való. Én azért azt még fáj szóval hozzáteszem, hogy 2014 óta ez az első valósabb épület és az önkormányzat. Az ingatlanadó ugye az is gyakorlatilag az egy célra szolgál, hogy az ingatlanok forogjanak, hogy a fiatalok itt maradhassanak. És tényleg nem is adóztattuk a lakosságot, és nem is tervezzük az ingatlanoknak a kivetését a lakosság többi részére. Ez az első adó, amit ide van. De nem tudjuk ezzel sem most mit tenni, tehát az öt oldalékot elvézni el, mert igyekszünk valamilyen szinten kompenzálni a lakosságot ezzel a buszszolgáltással. Van-e kérdés? Január 1-től lép a tárgyal. Igen. Ezt mindenki. Jó. Van esetleg kérdés. Jó, hogyha az itt határozott javaslatot tisztelt képviselőtestület támogatja, hogy azzal a módosítással, hogy a harmadik paragrafus kettes befejezése törlése kerül, akkor azt kérem készletkapásra van ezért. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont, Csepp-Jénkösség önkormányzat képviselő testületének helyi önkormányzat képviselői tiszteletnyilvánhoz szóló önkormányzati rendeletének ügye. Itt a kormányhivatal felszólított a településünkkel azzal kapcsolatban, hogy nem elég határozatot foglalni a képviselőknek a tiszteletnyilvánhoz az ügyét, hanem rendeletbe kell foglalni. A rendelet megalkotásra került Gyergyó részéről, az eddigi feltételek nem változtak, így amennyiben ez tovább is megtartjuk és egyetértünk vele, akkor ezt kérem készletetésre. Ez az a mód. Majd a követő napon, a tevőben viszont olyan is megtartjuk a határban, és amivel a határozat az 2022. január 1-től alkalmazza a tiszteleti intézményeknek visszaállítását, ezért minden időben rendelkezésünk alkalmazott. Jó, ezen felül, bocsánat, előterjesztésben úgy de magát a határozatot, a 6 per 2022-es határozatot ott azt határozatot kívül kell helyezni. Egy jó rendelet, hogy ez mostantól a tiszteletére. Jó. Akkor a két határozatot most mi van? Egy határozatot tudom, hogy ez rendelet. Jó. Akkor az itt hát olvassak fel, hogy segítsen meg. Hát, hogy a rendeletet fogadtasd el, és utána egy határozatot is hozunk, amivel a 6 per 22-es határozatot nem kívülbe részt. Jó, akkor aki elfogadja ezt a rendeletet, az kérem készletkapásra jelzni. Köszönöm szépen, hogy igen. És akkor a 6 per 2022-es határozatnak a határa kívülbe helyezését, aki elfogadja, az is kérem készletkapásra jelzni. Hat igen, nagyon szépen köszönöm. A következő napirendi pont, Csepp-Jénkösség önkormányzat képviselő testületének az a szociális tüzelőnök vásárláshoz kapcsoló támogatás igénylés célzó pályázat benyújtása. Ugye minden évben az önkormányzatunk szociális közúta támogatásra nyújt be pályázatot, illetve szociális közúta támogatásban részesíti az arra hát rászorulókat. Aztán nem kedvezményezetnek, ez nem egy kedvezmény. A jelen esetben 80 köbméter kemény magas közútára tudunk adni pályázatot, aminek az ő részét az önkormányzatnak kell biztosítani, illetve az ő részen felül a kiszállítás költség is az önkormányzat feladata, ez 101.600 forint az önrész. Szeretném kérni a képviselőtestületi tagokat, hogy ezt fogadjuk el, és továbbra is szeretném kijelenteni azt, hogy a 80 körméter majd nem lesz, a lista olyan tél lesz. Még mindig mindenkinek tudtunk biztosítani annyi
építés megvalósításához. Ezt a kiegészítést. És majd ugye kérem módosítani a határozatot, hogy 2022 8.31. lejutni a pályázatot, nem 2025. Jó. Elfogadjuk a legjobb határozatot, ahol az önkormányzat 100.600 millió rész biztosít, illetve a kiszállítást önkormányzat alapként megoldani, kérem készmegoldást fejezni. Köszönöm szépen, ha igen. Jó. A következő előterjesztés. Ugye az idejében a költségvetésünk nem tartalmazott arra lehetőséget, nem terveztünk be civil szervezetek és egyházak támogatását. Az önkormányzat jogazdálkodásának köszönhetően, illetve az adóbevételek alakulásának köszönhetően van lehetőségünk arra, hogy most elbíráljuk azt a néhány pályát, azt a néhány kérelmet, ami beérkezett hozzá. A következő szerintem napirendi pontok erről szólnak. Az Őszi-Rózsa nyugdíjas klubtól érkezett egy kérelem, ami arról szól, hogy maga a nyugdíjas klub és tagjai 2022. 8. 10. és 12-én ezek szerint két éjszakás kirándulásra mennek, de 30, több mint 30 tagok számlálnak már. A kirándulásoknak az összértéke 2.100.000 forint, és ehhez kértek némi támogatást. Én azt gondolnám, hogy maga az Őszi-Rózsa nyugdíjas klub tevékenységén az egyik legaktívabb civil szervezet a településen. Nincs az a közösségi munka, amire ők nem mennek el, hogy nincsenek ott, amire ne segítenének nekünk. Mostani anyagi helyzetünk stabilan mutató, de semmiképpen nincs lehetőség arra, hogy hazavékoljuk a hazavéki forrásainkat. Én azt gondolnám, és az lenne az én javaslatom, hogy az ő teljes átfordításoknak a költségek a 10%-ával támogassuk a kirándulásokat, és ezáltal is fejezzük köszönetünket azért a sok közvetlen munkáját, amit ők tesznek a településnek. Hogyha nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek javaslata, vagy bármilyen. Ezt a tartalékokon fölött? Igen. De vannak úgy alakultak az adóbevételeink, hogy van lehetőségünk, és nagyon sok mindent beolvasztunk már, még ezek a támogatások belefér. Elkezdett hatékot építeni a következőhöz. De ezt a hatékot tudjuk kérdezni. Ha elfogadjuk. Igen. Hát egyszer tudjuk most adni, még egyszer nem. De most azt látjuk, az idei év első időszakban, amikor szerintem ezt kérték, lehet nem volt túl régen, de voltak most utazások, mert én magam is tapasztaltam, például az üzemanyag költség az április 25-től július elejéig 40%-ra emelkedett a szállítási költség. Ezt kérdettem. Röviden ennyi. Jó? Én azért javaslom ezt az összeget, mert a konzisztensen figyelve arról, hogy a következő modalitív támogatásnak is a 10%-ot alakul. Úgy gondoltam, hogy ezzel hát erősen kifejezzük erősödéseket a sok társadalmi munkára kapcsolatban. Megérjük társadalmi munkára részt venni a segítségeket. Jó? Van esetleg hozzáfűzni valamit? Jó, hogyha elfogadjuk a javaslatot, akkor kérem ezt a 10%-ot, akkor kérem készfeltetésre. Köszönöm szépen, Patrikus. A következő napirendi pont a Magyar Tünkösdi Egyház Csepeli Gyülekezetének kérelme. Azt azért szeretném eljegyezni, hogy ez egy jó kérelem, amit a testület kapott. Kérelem, hogy ilyen kérelem. Felvezet, megmagyaráz, teljesül. Ugye a gyülekezet talán a Magyar Falu programban a 2021-es évben nyert 15 millió forint pályázatot, valamennyi felekezet be tudta volna ezt adni, és ők voltak ebben rendkívül aktívak, és meg is kapták ezt az összeget. Ugye a Tünkösdi Gyülekezet az elmúlt évek során folyamatosan olyan fejlesztéseket valósított meg a gyülekezeti épületében, ami mindig energia, hatékonyságról szól.
Ugye cseréltünk már nyíláznál, hogy cseréltünk bejáratni, hogy mindig adtunk bele, mindig forrást. Ugye rendkívül ügyesen megfogva a lehetőségét annak, hogy most egy komolyabb fejlesztést valósítsanak meg, hogy a Magyar Fogyi Program keretében 15 millió forintnyi pályázati forrásra jutottak be igény, a díj az a cserét, teljes tetőt cserébe. Amikor a pályázatot benyújtották, akkor a forrásai kiszámolták, hogy ez rendben lesz, viszont a... Jó. Viszont a megnövekedett építőanyag ára, sajnos őket is ugyanúgy sújtják, de jelezték ebben a támogatási kérelemben 3 millió forinttal növekedett meg a 15 millió forintos beruházásnak adnak a költséget, és támogatást kérünk ez az önkormányzatnak. Én azt gondolnám, hogy a gyülekezet eddigi tevékenysége, hozzáállása, vagy maga ez a fejlesztésben is képesek vagyunk jelen arra, hogy segítséges nyújtsunk, és egy 10%-os támogatást úgy szintén itt is javasolni, hogy a tisztelt képviselőtestületnek elfogadni. Ugye ez azt jelenti, hogy a Pünkösdi gyülekezet számára 300 ezer forintnyi támogatást biztosítunk a fejlesztési sikeres befejezéséhez. Ami nekünk egy jelentős tétel, szerintem ekkor a támogatást nem adtunk az elmúlt években egy felekezetnek sem, de látva az ő beruházásának a teljes értékét, ezzel hozzá, lenne hozzájárulnunk, és most kérem az adóbevételi részben ezt megjelenik. Jó? Van esetleg még ezzel kapcsolatban részvétel. Jó, aki elfogadja a Magyar Pünkösdi Gyülekezet számára nyugtató 300 forintos támogatást, azt kérem készfeltartásra teszem. Jó, a támogatást tudok a jegyzőben. Oké, okay, Vörös József támogatásának ügye, de Vörös József és családja az elmúlt években mindig képviselte Csepényt a Nemzeti Vágtán. A jelenleg az a furcsa helyzet állt elő 2022-es évben, hogy mind a kishuszár bajnokunk Tamara, mind az édesapja már felnőtt bajnokságban kell induljon, és egy település nem neveztek itt. Most így döntenünk kellett, és a döntés ugye az viszonylag egyszerű, mert a Józsefkel még annak pillanatban átlottunknak, hogy a világon Csepényt fogja képviselni, így József Csepényt képvisel a Nemzeti Vágtában, ahol előfutamon már vett részt, ott a Lósajos besérült, de további előfutamokra megy, és nagy valószínűséggel a Vágtán, a központi Vágtán is ott lesz, hiszen hosszú évek óta oszlopos tagja ennek az egész szervezetnek. Tavalyi évben 200 ezer forint támogatást biztosítottunk az ő nevezésükhöz, felkészülésükhöz. Ugye most nem mondhatjuk azt, hogy Tamarát is szeretjük és támogatjuk különben, de továbbra is ezt a 200 ezer forint támogatást javaslom a Nemzeti Vágtán való részvételhez biztosítani. Ez mind a tartalékunk terhére természetesen, aztán nagyjából elfogyott a tartalékunk. De ha én szeretném kérni képviselőtestületet, hogy ezt a támogatást biztosítsuk számukra. Ha egyébként van esetleg más javaslat? Hogyha nincs és elfogadják a határozati javaslatot, kérünk készfeltartásra jelezni. Köszönöm szépen, hat igen. Jó, Círci önkormányzati orvosi társulásának az ügye nagyon röviden. Kaptunk határozati javaslatot az Círci önkormányzattól, ezzel kapcsolatban, talán A, B és C módosítást is tartalmazott. Itt egyet tartott közbeszerzési szempontból is elfogadatónak, az a C verziónak az elfogadása az önkormányzat részéről. Sajnos a tájékoztató anyag, amit vízről kaptunk, nem feltétlenül pontos. Sőt, hatalmas probléma van benne, hiszen jelzik azt, hogy akár eredményt venni és nyilváníthatjuk a pályázatot a fedezett hiány miatt. Én ma beszéltem az előterjesztést készítő edző asszonnyal, és sajnos megállapításra került, hogy hát az miatt pont nem tudjuk eredménytelenül nyilvánítani ezt az eljárást. Viszont a kormánynak célja és egy úgynevezett pilot, egy tesztidőszakot jelenleg folytatnak a Hajdú-Bihar megyében, ahol magát az ügyeleti rendszert át
országosan, az országos mentőszolgálat bevonásával fog történni az ügyelet ellátása. Este 10 és reggel 6 vagy 8 óra között a díjban. A bevonások kerülnek majd, ha minden igaz, a házi orvosok is az ügyeleti rendszer megtartásában. Jól látjuk az előterjesztésből, hogy ezek a szolgáltások is rendkívül emelkednek. Éves szinten ez már 4.700.000 forintnyi hozzájárulást kér és a kérdésségi kormányzatától, hogy ez a ügyelet fenntartható legyen. Talán a többiek emlékeznek, hogy ez 2014-ben szerintem ilyen 2.200.000 forint volt, előtte megmondom, hogy 1.000.000 forint körül. Ugye maga ebben a járásban fenntartható ügyeletet alapvetően az nem fogósan pénzkidobás, mert nagyon kicsi a járás lakosságának a száma, de az a ügyelet fenntartása következik róla. Az itteni határozati javaslattal kapcsolatban, amit annyi javaslaton volt ma, amit az IRCA, az önkormányzati test a térségítás felsorolásában megfogadott, hogy a célpontot elfogadja a társulás, és meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogy lépünk ki a szerződés aláírásából, mert hogy ez egy 24 hónap határozott idejű szerződés, amit le van írva, és amennyiben a kormány átalakítja az ügyeletrendszer működését. De mi már aláírjuk egy szerződést a nyertes nyertelővel, akkor mi nekünk kötelező fizetni 24 napon keresztül, amit nem tehetünk meg. Én konkrétan azt mondtam, hogy Csepi ezt nem tudom állni. Ott a jegyzőasszonynak meg kell vizsgálni a gyermek volt egy egészségügyi veszélyhelyzet, most még van egy háborús veszélyhelyzet, megvizsgáljuk ennek okából, hogy lesz, hogy tudunk kimászni a szerződés pénzügyi teljesítése alól. Ezzel dolgoznak, van rá 180 napjuk, tehát gyakorlatilag ami határozatot mi most el tudunk fogadni, én javaslok elfogadni, az a megküldött célpont, hogy azt mondja, hogy 180 nap tartóan felkérik a legjobb ajánlattevő ajánlattevőt, hogy 180 napos ajánlattevőtséget tartsák. Van 180 nap arra, hogy meghozzák azt a központi rendeletet, ami miatt majd nem tudunk, nem szerződik. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Jó? Jó. Akkor aki elfogadja a javaslatot, hogy a C-napi rendi pontot fogadjuk el, az ügyelettel kapcsolatban azt kérem, hogy tiszteltetésre jelezze. Köszönöm szépen, ha tudom. Jó, a jegyző úr kapott egy kérelmet a Atlészi Szalapítványtól, ami megkeresett szerintem N+1 intézmény. Az önkormányzat gazdasági helyzet nem teszi lehetővé azt, hogy olyan civil szervezeteket támogassunk, akiknek tevékenysége Csetén közigazgatása ellen kiindulásig. Így én javaslom azt a döntést meghozni, hogy alapvetően az elutasítását támogatást kérne, hiszen állami forrás biztosítva nem jön. Ha ezzel egyetértenek, kérem tisztáltatást. Köszönöm szépen. A következő támogatási kérdelem. Segítőszintre jó szándékot. Jó, segítőszintre jó szándékot. Köszönöm azt mondom, hogy táj. Szerintem mi a megyében lévő egészségügyi intézményeket is támogatok az elmúlt években, amiben hozzám kérdeznek, hogy ilyen kérdések megyéről akkor azt a testület megvizsgálja. Most a gazdasági helyzetünkből adódóan azt gondolom, hogy egy budapesti egészségügyi intézmény támogatását megkérdésítsük. Jó, mondhatom ezt, hogy támogassuk. Nem, és csak jó én, hát csak egy ilyen. Jó. Beszélni van, hogy én adtunk támogatást, azt hiszem, hogy a kémában is tettünk benne pénzt, ami a szülészeti osztályból, vagy az magányra megnyitettük többen. Maga az, hogy az önkormányzat bevételből ilyenre pénzt adjunk,
Én azt most nem tudom elképzelni. Ha egy kicsit stabilabbak leszünk, most sem rosszabb a helyzet, akkor ezt napirendre lehet majd venni. De én most szívesen megjelentekkel azt a javaslatom, hogy a támogatásán a fölösség csoportban. Összegetem, hogy nem jött oda. Csak nem tudom, hogy ez működik, hogy kell majd valami. Hát ők főhívnak, hogy a mondta a XX szóval, de utána jön, hogy általában akkor csak segítők való, aztán tűzoltuk szépen is. És tudom. Mindenkinek. Oda vezetve bekerülsz, és tudom. De tudom, de. Csak. És tudod, nem látjuk. Tehát amikor a Veszprémi kórházba adunk valamit, akkor mi oda járunk. Tehát azért azt látjuk. Múltkor mi adtunk egy játszóteret a gyermekosztályhoz, vagy a várhoba, hogy akkor mehet oda valaki, felkép, ugye mindig gyerekkel tudok, hogy lefutkozom, és akkor tudod, ki van helyezve, például 100 emberre a vagy bármit, amit kérdezi Ince is. És tudod, a Cimiel Szamos doktor úr ugye elég elkötelezett hív a fejlesztéseknek, és amikor megvettük ezt az ultrahangot, azért abban is az önkormányzat, hogy jelentős pénzt is tudod beletenni. Tehát mi tudjuk úgy fejleszteni az egészségszolgáltásunkat, ami jó. És ez a egy ilyen kérelem fontos, és mindig mindenki, tényleg azonos, hogy mindig mindenki segítünk. Lásd az ukrajnai háborúba is. Azt mondom, hogy ez a közel 3,5 millió font érték tucat kivittünk. Ha minden felé segít, hogy itt van, akkor azért nem nagyon nagy összeget kerültek neki. De megszerveztük, képviselők is tettek bele, magánemberek is tettek bele, cégek is tettek bele. Van társadalmi szerepel, felelősségvállalásnak. Ebben az esetben én ezt tényleg azt gondolom már, hogy amikor majd baj lesz a professzor, de most jelenleg én ezt nem tudom. Jó? Már elfogadjuk azt, hogy nem támogatok ilyen készletekeshez. Köszönöm szépen. Kaptunk egy törvényesen felületet, hogy gyakorlatilag az önkormányzat kapott egy némi büntetést, ami abból adódik, hogy adatszolgáltással kapcsolatban kicsit megkéstünk. Ez napokban mérhető, hogyha jobban utána számolunk, akár hetekben is, hónapokban is. Én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy maga a hivatali létszám az ugye nem túl magas. Hivatalt ölelő feladatok száma sem alacsony, és a hivatal végez egy valamilyen munkát, amelyet viszont nem tudunk vállalkozóknak, akár itt a pályázatok menedzselésével kapcsolatban, tehát mikromenedzselésével kapcsolatban, meg elszámolásokkal kapcsolatban, csúsznak bele hibák a tevékenységben. Mikor először kaptunk elő tájékoztatást, akkor jegyzővel meg is állapodtunk abban, hogy a mostani hasonló testvérkönyvet igyekszünk előtt teremteni, hogy megkönnyítik a jegyzőkönyvek elkészítését, a jegyzőkönyvek megírását. Ez mindig abban adom, hogy ezek a plánya felszültások, hogy azt követően a büntetések, hogy nem érve a jegyzőkönyv. Ha rendes előterjesztést adunk, amit ugye ma is kapott a tisztelt képviselő testület, akkor a jegyzőkönyv megírásához nagyban hozzájárul. Akkor leszünk majd bajba, ha egyszer valaki felveti, de azt csak egyszer veszi meg, hogy szó szerint jegyzőkönyv van ki, na, hol ezt nem csinálunk. Jó? Mert hogy azt nem lehet megvitelni. Jelzőről sokkal gyorsabban fogja tudni ezt a mai testetőnök is lejegyzőkönyvezni, és meg tudunk határidő lapon menni a cikkúrhoz. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezt a tájékoztatást nem barítja, ha tudja. Igyekszünk a probléma a mielőtti felszámolásnál, és jövőben a szabályos működés betartására. Jó, ezt a tájékoztatást szeretném megtartani. Azt hiszem, hogy edző helyett a tisztelt képviselőtestület. Jó, kérem fogadják ezt a tájékoztatást. Köszönöm szépen. Akkor én Patrikának köszönöm. A következő napirendi pont volt Csettényi Sportegyesület felszólítása. Nem egyszerű helyzet a Csettényi Sportegyesületnek a mostani időszakban, hiszen megtépázta egy kicsit a Covid, meg megtépázták egy kicsit a bajnokságban lévő ellenfelek is. A
Ugye a mostani működés az mindenképpen átlátításra szól. Az Egyesület nem tudta megoldani azt, hogy gyorsan növekvő árakat ki tudta gazdálkodni, ezért elnök úr járt nálam és jelezte, hogy egy egyszerű rendkívül támogatást kérne az önkormányzattól, ami lehetővé tenni azt, hogy elkezd valójában biztosan elkezdhess újjáépíteni a Cseppényi Sport Egyesületet. Ez az összeg, amit kér, hogy bocsássunk rendelkezésre, ez másfél millió forintot jelent most. Ugye mai nap Cseppény az MLS, Veszprémi MLS igazgatóság tájékoztatása szerint megy a második osztályban jogosult indulni. Az én jogi értelmezésem szerint viszont megye egyes csapat vagyunk. Ez odáig jut, hogy jelenleg az MLS jogi bizottságánál van az ügyünk, és az egész Veszprémi MLS irány a döntés gyakorlata miatt, mindezt úgy, hogy megalapozott bírálattal rendelkezünk. Sokan nem szeretnek, ez biztos így is volt a jövőben is, de azt mondom, hogy a szabályosság az mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy honnan jött, hogy hol tart. A nekünk feladatunk az, hogy mindent támogassunk, amit tudunk. A sportegyesületnek volt szert időszaka, és ebben a sportegyesületnek lesz szert időszaka. Én látom most azt az elmúlt egy-másfél hónapban sok időt, energiát teszünk abban, hogy ezt hogy fogjuk újjáépíteni, hogy erősítjük meg a tagságot újból, ami régen egy jelentős tagsága volt az egészségben most tartson. Folyamatosan teremtünk olyan környezetet, feltételeket, ahol a családokat is kiszolgáljuk a meccsek során, de minden infrastruktúránál. Én arra kérném a testületet, hogy a sportegyesület jelenlegi elnök által megküldött kérelmet azt támogassuk. Viszont egy valamit szeretnék hozzátenni, hogy ezt a támogatást egy kifizetni 2022. szeptember 16-án fogjuk. Előtte ennek a folyósításának hatalmas kockázata van, de ugye már megvannak azok a számok, amik előírások a gazdasági válság számára, hogy mennyi őzés jogot kell befizetni szeptember 16-án, szerintük így, és azt, hogy ebben október 30-ig az állam ilyen kompenzációt nyújt. Képesek leszünk ezt is igazgatni, rendkívül fog fájni, de meg tudjuk csinálni. Tehát az én javaslatom az hogy a Cseppényi Sport Egyesületet építsük újra, vagy meghozzá ezt a támogatást. Valent, észre. Ha elfogadjuk ezt a támogatást, szeretnék kérni a készletetést. Köszönöm szépen a megértést. Jó. A következő napirendi pont a helyi esély egyenlőségi program. A 2018-ban elfogadásra került Cseppényi Község önkormányzatának helyi esély egyenlőségi programja, amelynek felülvizsgálatát meg kellett oldani. Tartottunk róla érdekegyeztető fórumot is. Ugye láttuk azt, hogy 2023-ra viszont teljesen új hetet kerülünk. A nagyon érdekes, én javaslom majd mindenkinek elolvasni, meg fogom küldeni a 18-ban elfogadott hetet, aminek a frissítésén, ami benne van az új statisztikai száma. És nem véletlenül, hogy ez a kommunálisatos kedvezmény is, azt csak mellé tenném, hogy ugye mindig azt mondtam, hogy az öregedési index ugye az azt mondja, hogy ha 100%-ig meghaladjuk, akkor valójában visszafordíthatatlan helyzetbe kerülünk, és gyakran vége van a törekvésnek. Ez 14-ben 103% volt. Szerintem rengeteget dolgoztunk, akár jelenlévő képviselőként, akár magának emberekként, de az az eredmény, amit a településünk elért, az egy közös eredmény. Az öregedési index ma 120%. Aminek az oka, amikor már akkor számolhatunk a készített statisztikát, mindegyikünk tudja, hogy hogy alakultak a gyermekszületések száma, és hogy ez hogy lehet ki. Ugye a szüleink
kaptak még annól szerintem 40 plusz gyermek születtek a területésen. És igazából a 30-tól felfele, mert szerintem még, akkor még két osztályok voltak talán. 42 éve biztos, mikor 92-ben biztos vagyunk gyermek, és még 89-re veszte az átlagos, de két osztályra kezdtünk, két 16-os osztályra, jól emlékszem. Van egy olyan szakasz, és mi ezt éljük most is, ezért rendkívül rossz a kimutatásunk, hogy az általános iskolában jelenleg tanulók száma, ugye osztályonként szerintem alacsony. És volt egy, az elmúlt 18-20 év és az elmúlt 9-10 év közötti születések száma, az 18. Az elmúlt két év által születés száma, vagy iskolai tanulás száma, nem csak születés, hanem ide költözött együtt, 27,5. Tehát most az öregedési indexünk az nagyon rossz, nagyon rossz képet mutat, hogyha a hosszú spektrumban nézzük, viszont hogyha azt a fejlődést, ha nem is növelni tudjuk, de stabilizáljuk ezt a környezetet, hogy ugye idén is úgy néz ki, hogy 25 születésünk megvagyunk, ezt tudjuk stabilizálni, akkor 5 év múlva az öregedési indexünk meredeken emelkedni fog, ami csökkenés jelent. Mert az emelkedésnek az esetben az, hogyha a 120 fok távolodunk nulla felé. És tényleg azt nézve a hetetnek, hogy leírják a feladatokat, például az első fiatal pályakezdők számára a munkahelyteremtések. Most ugye az időközi jelentésben teljesen nyugodtan belírtuk, 18-ban azt leírtuk, készültük, közt csináltunk egy 130-t foglalkoztató változást a településen, és a fiataloknak is lehetősége van. De ami érdekes volt, és most itt 18-ra visszatekintve, szerintem akkor volt az a hullám, hogy a rendőrség jött egy listával, ami 26-7 fő volt, és a kábítószer ügyi beegyeztető fórum működtetését határoztuk meg. A kábítószer az minden közösségben, minden községben. Közösségben, de minden községben megtalálható. Bár szerintem ez is valamilyen módon visszácsökkent olyan, amivel Covid következményeségnek szerintem ezek a nagyobb halatos lehetőségek, ezért házadékot tartanak otthon. De én szerintem nem a kábítószer ügyi egyeztető fórum mellett a másik legfontosabb feladat a településünk, hanem de ezzel kapcsolatban is érdemben prevenciós tájékoztatást kötünk, hogy a gyermekeknek is olyan tájékoztatást foglalkozunk témával, ezért ez is csökkent. De ha megnézzük az egyéb ilyen gyermekek esélyegyőrségnek javítását, a fejlesztő és gyógypedagógus iskolai szorúsi félvények bővítése, hát ha egy egyeztető akár igazgatóasszonynal, akár intézményvezetőasszonynal, alapvetően a települési minden szolgáltást kérünk, minden van, biztosítunk és elég van. Tehát nincs olyan, hogy valamelyik gyermekben nincs elég idő. Hogy tényleg ennek a tervek a végrehajtásában az önkormányzati szintén jól lenne. Nagyon rossz olvasni különben ezeket a megközelítéseket, hogy az 1 millió forint feletti bruttó bérek növelése. Most szerintem ilyen, aki a kérdést feltette, vagy aki ezt sikertelen könnyen jel, hogy már milyen sokkal keresni bruttó 1 millió forint felett a nemetőhagban egy évben, az nem alkalmas arra, hogy foglalkozzon szerintem kutatással, mert hogy a bruttó évi 1 millió forint, ugye az 840 ezer forint körül van. 84 ezer forint kultúrt hónapban. Tehát arra biztos nem lennék büszke, hogy 84 ezer forint nála sokkal kultúrt kerestek a kultúrból, ha mondta az országban, inkább arra lennék büszke, hogyha ez a kultúr 300 ezer kultúrt jártak jövőben lenne. Ugye előbbi kárcsán statisztika, amikor azt mondják, hogy Magyarország által keresett 500 ezer forintot megkaladja, akkor csak azt az apró pénzt hagyják ki, de abban nem veszünk bele a közfoglalkoztatókat, akik nem veszünk bele, azt hiszem a 10 fő alatt foglalkoztatók KKV-kat. Lehet, hogy különne adni. Ja, ez a gyerek a nagyrészt alaposága. Nálunk ugye a hetben lévő részeknél az is kiemelendő, hogy tényleg az az út, amit elindultunk együtt, és ami hajtunk végre, az mindenképpen eredményes
település gazdálkodást és településmentést hoz magával, hiszen az ilyen 1-5 éves ciklusaink már szerintem teljesen jól állnak. Itt a HEP-el kapcsolatban még volt egy nagyon az idősek esélyegyenlőségének javítása, ezt is láthatják a testvérprogók, a családi környezetben egyedül maradó kiszolgálása. Nekünk ez szerintem akkor vált igazán ilyen sokkolóvá, amikor 2020 márciusában ugye felmértük az időseket, és hogy megjött, hogy a 60 év kor felett vannak 232-200 voltak akkor, és azt is megnéztük, hogy ebből hány ember van egyedül, és az 12-15 van, nagyon alacsony létszám volt. De hogy ugye az az egyedül, akinek nincsen helyen hozzátartozó, nem tudott fordulni senkihez. És ugye akkor felvettük a kapcsolatot, kiváltottuk a gyógyszert, tudtuk, hogy kinek még gyógyszer ott van. Tehát ez a Covid felhívja a figyelmet alapvetően azon a rétegeknek, akik tényleg egyedül vannak. És őrájuk azért most is figyelünk, mert beszélünk róluk, ha bármi gondban ott vagyunk, és nagyon jó az is, hogy a településen működik, ugye szociális szolgáltatás, két intézmény is működik ilyet, és két hete volt egy esetünk, talán reggel háziorvos úr telefonál, kiment egy akut esethez, amit azt hittem, hogy orvosi beavatkozásra van szükség, majd felhívott, hogy orvosira nincsen, viszont szociális helyzetből ezt kéne megvizsgálni, és aznapon belül megtörtént a kivizsgálás, megtörtént a megoldási javaslat megfogalmazása, és talán az elfogadása is adottan már remélem, hogy megtörtént. És így egy idős pár, és gyakorlatilag szociális felügyelet gondozás alá került, és milyen jó, hogy nekünk van ilyen szolgáltásunk, hogy a településen ez egy elérhető szolgáltás. És mind ilyet itt a programban most ugye tudtunk feltüntetni. Fontos, hogy a mai napon a felülvizsgálat eredményét a tiszteletképviselő testület elfogadja, és ennek a határozatát jegyző úr majd beküldi a vezetőnek. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van egy kérdés, kérlek, hogy mikor se ezt lehetett. Nagyon durva. Van kérdés? Jó. Akkor aki a határozat javaslatot elfogadja, és a jó áll, ezt kérem készfeltetésre ezzel. Köszönöm szépen. 6 millió. És a még nem felszeres, nem tájékoztatás, de a lehetséges, hogy a fogásra beszámolóba kellett volna tenni a két téma. A tárgyalat a rendőrség kívül fix lakipak szervezésére kapcsolatban követése. Megbeszéltük, augusztusban felmérik, és utána rendszeresen ki lesz a Dudalról Csepébe érkező. Azon az oszlopon lesz a önkormányzati oszlop jelenleg is a kamerás oszlopra látjuk a fix kamerát, és akkor sajnos a településnek bevételéből nem lesz az ütetés bevételéből, de én arra is kíváncsi leszek, hogy kint lesz egy hétig és készülés statisztika arról, hogy az átfogó forgalomból tényleg mennyi az, ami gyorsan a szabály felett érkezik be. Szerintem van egy ilyen sok kipai csomagolás, mint akik látjuk a belül autókat, hogy az a sebesség. Lehet, hogy ez is sokkal kérdékel, de szerintem a Trafifax teljesen máshol kérdezni. De van egy érzés. Előfordul, hogy azt gondoljuk, hogy hú, mennyire nagy a hangja, de a valóságban szerintem az lesz, hogy a 60 körüli sebességbe érkezem, mert akkor valaki után előtt, hogy mégis mindenki nyomkodja a féket. Szerintem akkor nem a befelé jövő kéne védni, hanem kifelé. Ez szerintem az a jövés. Mert amikor az ember lovagol, akkor mindig akkor bátor, akkor hegyet várt a lóval, és akkor fölte halt. Utána a gyaló mindig azt hiszünk, hogy egyetlen, hogy gyorsan kell menni, és szerintem ez a vezetésre is átítatódik, hogy ennek mindig bárkodhat, hogy mindig valami, ne? Kifelel a nagyon veszélyes ötlet, ugye? Kifelel a veszélyes. Igen, ezt a felvizsgálatot, ezt a rendőrség akkor elkészíti megcsinálni. És akkor ez várható, ezt majd biztos nem leszünk szimpatikusak, hogy ezt kezdeményeztük, de a gyermekei biztonság, meg a lakosság biztonság az egyenes esetleges. Mert többen jelezték már a településről, szeretnének fekvőrendőrt a Törekvés utcába, a József Attila utcába, mindenhol, mert minden jó, hogy van a Rákóczi utcába. Hogyha ezt valaki írásban megnyújtja, akkor arra azért kisporoljuk azt a pénzt, hogy helyezünk el fekvőrendőrt.
legalább kettőt kell egy utcában elhelyezni, hogy nem legyen értelme gyorsítani a felkülönből után. A másik, a Törekvés utca új házhelye, ugye a Hírmondóba feltettem ugye azt, hogy jelentkezőket várom, csak mennyiben valakit érdekel a házhely. Eddig azt mondom, hogy 6. Tehát jönnek a fiataloktól az igények, hogy van igény Csepényben új házhelyre és belépítési kötelezettséggel, akkor nekiállunk ennek az egyeztetésének. Ugye a képviselőtestületen ugyanazonban beszéltünk, majd közös döntést kell róla hozni, hogy akkor melyik utca legyen az irány, ami felé haladjunk, mi lenne az elfogadható, és akkor tényleg ennek már a 2022-es naptárképpen neki kell állni, hogy 2025-ben az ott egy használható építési terméket tudjunk biztosítani azon helyi vagy ideköltözők számára, akik építeni szeretnének, és településünkre letelepedni szeretnének. A mai testületi üléssel kapcsolatban nekem további mondandóm nincsen. Nagyon szépen köszönöm a részvételét a tisztelt képviselőtársaknak, videós kollégának is, Szkülder-Dévelelő, és akkor ezzel az ülést akkor bezárom, és